Négy éve egy parlamenti képviselő a plenáris ülésről kiszökve az egyik hotelben 160 ezer forintot fizetett egy prostituáltnak egy másfél órás együttlétért, írja a Direkt 36 cikk sorozatában. A politikus kilétét viszont a cikk szerint a rendőrség nem igyekszik kideríteni, pedig állítólag a legmagasabb körökből is előfordult ilyesmi. A cikk a cikk sorozat szerzője, Zöldi Blanka vendégem. Jó estét, szervusz! Jó estét. Hát az első dolog, amire az emberek felkapták az olvasók a fejüket, az egészen biztos az volt, és nyilván nem véletlenül kezdted ezzel a felütéssel, hogy itt tényleg a mondjuk 107 tanú, több mint 2000 oldalas nyomozati anyag, és nyomát nem láttad a nyomozati anyag átolvasása sakor, hogy itt mondjuk a politikusokat, akik érintettek, és ezek szerint szerepeltek, hogy őket bárki bármilyen formán megkereste volna, meghallgatta volna? Hát igen, pontosan ennyit tudok elmondani, hogy a 2500 oldalon keresztül nem találtam semmilyen arra utaló jelet, hogy valamennyire is érdeklődött volna arra a rendőrség, hogy ki volt ez a politikus, egyetlen egy alkalmat kivéve. Attól a hölgytől, aki végül is a politikussal együtt töltötte az éjszakát, megkérdezték, amikor őt kihallgatták, hogy írja körül, hogy néz ki ez az ember, és mondta, hogy hát 40-45 éves, és olyan nagyon átlagos kinézetű. Tehát ennyit tudott meg a rendőrség. És többet nem kérdeztek róla. És többet nem kérdeztek róla. A nyomozati anyagban szerepelnek politikus nevek? Nem. Éppen ez az érdekes, hogy politikus nevek nem szerepelnek. Az szerepel, hogy például a telefonlehallgatási anyagokban lehet hallani, hogy valaki azt mondta, hogy akkor a parlamenti képviselő barátomnak kellene egy lány, tehát le van írva, hogy parlamenti képviselő. Egy másik lánynak a tanúvallomásában szerepel az, hogy politikus csávókhoz kellett mennie, ami nincsen részletezve, hogy pontosan milyen politikusok voltak, de ezen kívül nevek azok nem szerepelnek, ahhoz képest, hogy egyébként prostituáltak meg vannak nevezve, névvel szerepelnek, más ismert emberek, más közemberek, ők is névvel szerepelnek. Igen. Kuncsaftok is, igen. És ez az érdekes, hogy igazából azért volt ez számomra feltűnő, mert láttam, hogy a nyomozati iratok arra utalnak, hogy még akkor is, hogyha a prostitúció önmagában legális és kuncsaftként az ember végül is, hogyha nem 18 év alatti emberrel követi el ezt a dolgot, akkor nem büntethető, de ettől függetlenül utána néztek annak, hogy kik voltak a kuncsaftok. Tehát más esetekben, amikor nem politikus volt az érintett, akkor rendőrség még személyesen is oda ment egy házhoz kérdezősködött. És ugye milyen célral az kiderült a nyomozati anyagból? Nekem az derült ki, hogy igazából az volt az elsődleges cél, hogy Répás Lajosra, a szépségversenyszervezőre, aki végül is a kerítést elkövette. A vád szerint. Tehát azt próbálták megtudni, hogy pontosan mikor, hány alkalommal, tehát mennyiért, kit, az kivel. Tehát gyakorlatilag az tisztázása érdekében, mint tanúkat, és kell meghallgatni. Azt mondtad, hogy közemberek, az alatt most mit értsünk? Úgy értem, hogy ilyen egyszerű ember, tehát aki számomra nem volt ismert. Ja, nem volt ismert, de voltak olyanok, akik ismertek? Tehát olyan ismert emberek neve is le voltak írva, és ott milyen körhöz tartoznak, mert nyilván neveket nem fogsz mondani, akkor lehetne politikus nevet, ezen gondolkodtam, amikor olvastam az írást, hogy politikus nevet azt akár mondhatnánk is, mert hogy akkor van itt a személyes joghoz való fűződés és a közérdek közötti, hát eldöntendő kérdés, amikor valami olyan ügy kapcsolódik az illetőhöz, és az ő személyéhez, a személyes nevéhez, adataihoz, ami viszont, amit kvázi überel a közérdek. Tehát, hogy ilyen esetben, hogy a bűncselekmény, egy eljárás, erkölcs, nem tudom micsoda, tehát akár még el is mondhatnánk, hogyha tudnánk politikus neveket. Hát érdekes, főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy milyen sok politikus van, aki például úgy kampányol, hogy a család mindennél előbb való papírdás család életét hozza föl. Tehát, hogy ilyen esetben természetesen szerintem ez mindenképpen hát van, a választókra is tartozik. Gyenge látású házi kutyák is előfordulnak, tehát ő mondjuk nem annyira kampányolhat szerintem azzal, hogy a család mennyire boldog és békés, de azért vannak. De értem, hogy mire gondolsz, tehát, hogy valóban a politikusok nagy része meg inkább a szent és makulátlan életével szeret kampányolni. Szóval, hogy milyen körből kerülnek ki azok, akik viszont meg voltak nevezve? Hát például ezt a cikkben is leírtuk név nélkül körülírva, hogy volt válogatott focista a kuncsaftok között, volt
tévészereplő, színész, énekes, tehát nagyon-nagyon sok név előkerül az iratokban. Hol tart most az eljárás? Azt olvasom, hogy 107 tanút terveznek meghallgatni, és ők hogyha azt nem tudom, hogy a tanúk körét is mind láttad-e, hogy ők a kuncsaftok, illetve a szolgáltatás nyújtó lányok, a gyakorlatilag, akiket meghallgatnak? Vegyesen, de az látszik, hogy sokkal több lány van beidézve a tárgyalásokra. Ugye már tavaly elkezdődött a tárgyalássorozat, és az már most látszik, ahogy látom a tárgyalásokon, hogy a beidézett 10-15 tanúból mondjuk 3-4-en jelennek meg egy-egy ilyen tárgyaláson, és mindenki azt jósolja, hogy hát ez még évekig el fog húzódni. Azt azért az egyébként hozzá kell tenni, hogy van néhány tanú, aki csak számozott tanúként szerepel. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy nekik nincsen leírva a nevük a nyomozati anyagokban. Uh-huh. És akinek le van írva mondjuk a lányok közül, ott vannak ismert nevek? Igen, és az ő nevük az már nyilvánosságra is került már korábban. Hát igazából ez volt az érdekes, hogy az eddigi ügynek igazából ez a nagyon bulvár része jelent meg, hogy pontosan melyik modell, pontosan melyik pornószínésznő jelent meg a tárgyalásokon, ami ugye érdekes, tehát hogy a lányok részéről eléggé nyíltan ment ez a dolog, az, hogy a kuncsaftok ki voltak, arról sokkal kevesebbet lehet tudni. Egyetlen egy ember volt megnevezve egyébként már így, eddig is, akiről lehetett tudni, hogy Vász Tamás a kuncsaftok között volt. De... aki már ugye nem él. Igen, tehát. Azon gondolkodtam, hogy a nyomozás is gondolom, akkor több évig tartott, meg lehallgatás, iszonyú alapos munkát végeztek a rendőrök, várhatóan a bírósági szakasz is több évig fog, csak a 107 tanút meghallgatják, és még ha csoportosan hallgatják meg őket, akkor is, tehát nyilván nem egyszerre fognak beszélni. Szóval, hogy ez mi volt az a pont, amikor olvastad az anyagot, amiből azt érezted, hogy ezt azért kellett ilyen sokáig, ilyen alaposan, és azért 107 tanút, ennyi meghallgatást, mert hogy nem volt tiszta a... Tehát mi volt az, ami nem volt tiszta ebben az ügyben, ami mondjuk, tehát nem volt elég a vádemeléshez, a bizonyíthatósághoz. Hát itt a cikkedben konkrét SMS-eket írsz le, hogy ide kell menni ennyiért, ennyi órára. Akkor a lányok SMS-ét, hogy mennék, mert kellene pénz. Tehát, hogy olyan tiszta sornak tűnik ez a dolog, és nem tudom, hogy ki mindent ki kellett még felgöngyölíteni, vagy hány embert ebbe a szervezetbe? Ugye Répás Lajos az ügynek a főszereplője, azzal védekezik, hogy ezek az SMS-ek, meg bármi, amivel őt vádolja most jelenleg az ügyészség, az még nem utal arra, hogy ő szexmunkára közvetítette volna a lányokat. Tehát, hogyha az van, hogy nem tudom, 10 000 forint, vagy nem tudom, hány 1000 forint munka, oké, elmész-e? Az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy biztosan szexmunka lesz mögötte. Tehát, hogy itt voltak ilyen vacsoráról van szó, hostesskedésről, eszkortról van szó, és Répásról is szerint ezek után, hogyha bármilyen szexuális cselekmény történt a találkozókon, az két, igen, tehát ez két embernek az autonóm döntése. Viszont a lányoknak a tanúvallomásából az látszik, többen mondják is, hogy hát ez azért egyértelmű volt, hogy itt pontosan miről van szó, egy vacsoráért azért ennyit nem fizetnének az ügyfelek valószínűleg. De egyébként az, hát mégis most már a kérdésemen gondolkodtam, és megadtam magamnak a választ. Tehát az meg teljesen legális, hogy valaki úgy közvetít dekoratív hölgyeket, uraknak, hogy megmondja, hogy szeretne egy ott vacsorázni egy szép hölgyel, 150 000 forint. Tehát, hogy ez így legális? Hát igazából ebben az még az érdekes adalék, hogy ezért Répás Lajos pénzt fogadott el a lányoktól. Tehát ezt úgymond közvetítői díjként a lányok odaadták neki. Ő azt mondta, hogy ezt nem a saját gazdagodására használta föl, hanem visszaforgatta a szépségversenyeknek a szervezésében. Hát az mondjuk elég sovány indok, hogy én ezt valamiben beforgatom a pénzt. Tehát maga az, hogy kerítés, tehát nem kerítés építése, tehát kerítés, illetve mi még a kitartottsággal vádolta meg az ügyészség. Tehát ez az, ami
a vád alapját jelenti, de egyébként az, hogy egy férfi fizet egy nőnek, mert elmegy vele vacsorázni, vagy a vacsora után még valami más is történik, ez ma Magyarországon nem bűncselekmény. Tehát ezért nem lehetne se a kuncsaftokat, se a hölgyeket megbüntetni, se az urakat, senkit. Tehát csak ezt a szépségverseny szervező úriembert, mert hogy ő volt a közvetítő. Tehát ez van. Pontosan. Nem tudom, ennek a büntető tétele, büntető eljárásilag, hogy ez mennyi, de változatlan ez a több ezer oldal, és szerintem valami nagyon-nagyon sok ember dolgozhatott, nem? Hát gondolom, igen, meg látszik abból is, hogy sokféle ember írta a rendőrségi riportokat, tehát hogy ebben azért jelentős számú ember részt vett, sok embert meg is kerestek, tehát hogy az látszik, hogy az ügyfelgöngyölítése kapcsán például a telefonszolgáltatóktól kikértek cella információkat, nem, tehát hogy nem csak a lehallgatási anyagot, aha, tudjuk, hanem azt, hogy pontosan és kihasználta a készülékeket. És az hogy egy politikus ez éppen a parlamentben lett volna helye, amikor nem ott volt, hanem valószínűleg egy hölgye. Hát ez például úgy néz ki a nyomozati anyag, hogy több száz oldalon keresztül így kivonatolva vannak azok a telefonbeszélgetések, amelyeket Répás Lajos folytatott. Hát jelen esetben igazából nem a politikussal folytatta, mert a politikusnak volt egy segítője, Gerendás József, aki a hotelnek a tulajdonosa volt. Uh-huh. Tehát Gerendás József fölhívta Répás Lajos, hogy itt van egy politikus barátom, kellene neki egy lány másfél órára, és ez pontosan látszik a telefonlehallgatási jegyzőkönyvekben június 15-én, 1 óra 3 perckor. Parlamenti ülés nap volt? Igen, tehát hogy látszik, hogy éppen ebben az időszakban, tehát reggel 6-ig tartott a parlamenti ülésnap, mások dolgoztak, beszélgettek az atomenergia törvény módosításáról, például igen, MOL részvényekről, tehát hogy ilyen, tehát hasonló dolgokról ment a parlamenti ülésnap, és ez alatt pedig látszik, hogy 1 óra 3 perckor Répás Lajos fölhívott egy lányt, hogy alszik-e már, mert hogyha nem, akkor lenne egy másfél órás munka a hotel prezidentben. Éjszaka 1 óra 3-kor? Igen. Tehát, hogy valaki ott ül a parlamentben, épp a MOL részvényeket visszavegyük, vegyünk, ne vegyünk, vagy építsünk el, bővítsük el paksot, hogy mi legyen, és én ezt már unom. Nem, már egy kicsit előbb történt a dolog, mert utána Gerendás József tanúvallomásában ez nagyon-nagyon pontosan le van írva, ő azt mondta, hogy iszogattam egy politikus barátommal, elkezdtünk valamiről beszélgetni, és akkor mondtam neki, hogy Répás Lajosnál vannak ilyen lányok, elkezdtem neki mutogatni, milyen lányok vannak Répás Lajosnál, és azt mondta ez a parlamenti képviselő barátom, hogy egyébként is a hotelben Gerendás Józsefnél tölti az estét, és hát nem szeretné az estét egyedül tölteni, uh-huh. Úgyhogy Gerendás József legyen szíves, és szóljon Répás Lajosnak, hogy küljön lányt. Hát, igen. Nem teszek megjegyzést, hogy mondjuk az általános viták azok milyen hangulatúak szoktak lenni, hogy vajon mennyire unatkoznak a képviselők. Ezt eddig nem tudtuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.